Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok, a mai vendégünk pedig Kánai András, jövőkutató, kommunikációs szakember, és itt van velünk a vonal túlsó végén. Szerbusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szia Tamás, köszöntöm a hallgatókat. Elon Muskról fogunk beszélgetni, akiről egyre többször merül fel, hogy akkor ő most egy unatkozó milliárdos, valaki, aki megváltoztatja az emberiség jövőjét, az antikrisztus, vagy majd a jövő miniszterelnök, egy csomó mindent mondanak róla, és ebben az évben is rendszeresen hallatott magáról a kriptovalutáknak a meghekkelésétől kezdve egészen odáig, hogy azt mondta, hogy az emberek agyába ültetett csippel próbálják majd meg meggyógyítani őket, sőt, rendszeresen beszél arról is, hogy a Marsra embert lehet küldeni akár 5-10 éven belül. Te hogy látod Elon Musknak a szerepét? Ez egy kommunikációs lufi, vagy ő egy tényleg komolyan veendő ember, aki komoly dolgokat csinál? Mind a kettő egyszerre. Ugye tevékenységének egy része az egy jó bizonyíték arra, hogy egy nagyon ügyes és okos üzletember, ugye a PayPal-nak az összehozása, majd az eladása, és az egésznek a visszaforgatása a saját vállalkozásába, a Teslába egy régi legacy, vagyis hagyományos iparág, az autóiparágnak gyakorlatilag a meghekkelése, új utakra vivése, ez mind-mind megtörtént részéről. A többi viszont, ami ezek után jön, akár az agyi chips, akár a Mars utazás, a Marsra költözendő emberiségnek a képe, azok még csak erős-erős ígéretek, sőt inkább azt mondom, hogy erős hype-ok, amit ő maga gerjeszt, és ugye az benne a nagyon-nagyon érdekes, hogy mindig voltak a történelemben nagy üzletemberek, nagyhatású üzletemberek, de ugye ő egy kicsit influencer is lett benne. Tehát nem nagyon találkozni olyan emberrel, aki mondjuk a Mark Zuckerbergnek a szavait issza, és akkor azt mondja, hogy ő egy ilyen meg olyan látnok, ilyen meg olyan proféta, és egy-egy rezdülésével képes tényleg, mint a Musknál kriptovalutákat fölvinni az egekbe, mint annál kutyásméből készült coinnál volt. Vagy azt mondani, hogy Jeff Bezosra úgy néznek egyszerű átlagemberek, és nem csak üzleti körökben, mint tényleg ilyen orákulumra. De vele ez megtörtént, amiatt is, mert a kommunikációs stílusa, eszköztára, az teljesen más, mint a többi üzletemberé. Ugye régen az üzletemberek, akik ilyen nagy vállalatokat irányítottak, ugye PR osztályon keresztül kommunikáltak. Tehát, hogy komolyan azért meg voltak határozva azok a keretek, azok a metódusok, hogy hogyan, milyen módon lép interakcióba a többi emberrel. Nem csak azért, mert a cégnek a részvényei itt erősen befolyásolja, hanem a cégnek a megítélését is erőteljesen befolyásolja. Most Musk ebben teljesen új típusú ember, aki ilyen, ami a szívén, a száján típusú kommunikációkkal, ugye ő a Twittert használja elsősorban, ami pontosan arra való, hogy ilyen informálisan lehessen röviden, gyorsan információkat kiírni. Ezt használja arra, hogy hirtelen ilyen hullámokat kavarjon. Tehát ilyen sokfajta szerep van. És szerinted ezeket a posztokat tényleg ő írja, vagy valójában ugyanúgy egy kommunikációs tábel mögötte, csak ezt a közvetlenül kommunikáló Musk képet próbálják eljátszani? Ha megnézi valaki az interjúit, akár a Joe Rogan-es interjúját, vagy más interjúit, az látszik, hogy eléggé hasonló az élő kommunikáció, mint ami a Twitteren van. Tehát ez egy emberazonos. Tehát ez nagy valószínűséggel minden tudásunk szerint ez tényleg az ő kommunikációja. Tehát, mint a Trump, hogy tényleg ő twitterezik. Igen. A Trumpnál azért áll mögötte egy nagyon okos vej, aki ezt az egészet azért terelgeti, tehát ott azért van egy ilyen... És hogyha éppen nem áll, akkor van a baj, amikor elszabadul a Twitter. Igen, ez is könnyen lehetséges, de a Musknál így nagyon, nagyon ilyen önazonosnak tűnnek ezek a kommunikációk. Na most az hogy lehet, hogy ő... bár látszólag, hogy a Teslából szerezte a jövedelmét, mégis egyre inkább fordul más platformok elé, amikre elsőre azt is hallhatnánk, vagy azt is mondhatnánk, hogy ezek pénznyelő automaták. Tényleg ennyire nem számít neki, vagy okosan fektet be, és ezeket a befektetéseket okosan csinálja? Én most inkább azt mondom, ugye először is inkább azt mondom, hogy a PayPalból szerezte a vagyonát, és ugye megtehette volna azt, hogy viszonylag fiatal volt, hogy visszavonul, és akkor ilyen jaktozással tölti az életét, vagy ilyen pet projektekkel, vagy olyan, amit itt nagyon szeretne csinálni. De igazából az egész pénzét visszafektette, tehát ez egy igazi vállalkozói hozzáállás. Befektette abba a Teslába, amit most így érdekes visszanézni, meg hát igen, a Tesla a világ egyik legnagyobb márkája, az emberek fejében egy nagyon-nagyon erős pozícióval rendelkező automárka.
De hát azért az úgy indult, hogy az egész pénzét befektette, és nagyon-nagyon sok vesztenivalója volt. És hozzáteszem azt is, hogy a Tesla a többi autógyártóhoz képest azért nagyon kis darab számokat ad el. Az elektromos autókban egyértelműen ott piacvezető, illetve hát mondom, márkaértékben egyértelműen az első. De hogy összértékbe eladásban azért nem egy olyan nagy cég, csak mivel ő akkor már arra tett, hogy elektromos autót csinálnak, ez most kvázi beérett, tehát ez az üzletemberi mi voltát dicséri. De önmagában ezek a vállalkozások, ezek azért nem olyan óriásiak, tehát mennyiségre, meg bevételre tekintve, mint akár ennél sokkal nagyobb cégek, hanem inkább arról van szó, hogy ő is több mindenbe szeret befektetni, és ugye vannak olyan hát invenciói, ilyen a Neuralink, amiben nem is látszik még egy előre pénz, sőt az inkább egy ilyen erős hype számára, mert ugye bármilyen dolgot csinál, minden ugyanazt a képet támasztja alá, vagyis hogy van egy ember, aki a jövőbe fektet, aki abszolút a jövőre készül, tehát ilyen nagyon erősen, nagyon pozitív image, és nyilvánvaló, hogy ennek van jó visszaható ereje már arra, amit csinál, tehát kimondtam mondjuk a Teslára gondolok. De mind a Tesla például, vagy mind a SpaceX, a másik, ami már megvalósult, és látszik, hogy egy jó koncepcióra épülő befektetése volt, azért azt el kell mondani, hogy erőteljesen azért szövetségi pénzekből is táplálkozik, tehát erős állami támogatás és állami pénz van mögötte. Tehát azt a piac még nem validálta 100%-ba úgy, mint például egy PayPal-t, ahol az emberek használják, és nem kell állami szubvenció ahhoz, hogy menjen előre. Itt még azért nagyon erős az, hogy cash hiánnyal küzd, tehát ilyen nagyon sok ilyen problémája volt, meg probléma van. Viszont ugye a modern világ, a kommunikációja nagyon hangos, és ez a hangosság, ez a zaj, ez elnyomja az emberek fejébe azt, ami valójában az üzleti könyvek mélyén rejlik, és ami még fontosabb, a részvényeseknek a fejébe is azt kell elültetnie folyamatosan, hogy hát érdemes rátennie, érdemes meghagynia az ő kezébe az irányítást, mert ő pontosan tudja, hogy mit csinál, és nagyon a jövő felé megy, és gyorsabban is előre gondolkodik, mint mások. Akkor, ha megnézzük a Teslát, szerinted ebből lehet a jövő Apple-je, vagy a... Nem, ez jó hasonlat, ja, hogy mindenki vagy iPhone-t használ, vagy Androidot, és hogy majd a jövőben az lesz, hogy mindenki vagy Teslát használ, vagy nem tudom én mit használ. Vagy szerinted mi várható ettől a fejlesztéstől? Nagyon érdekes a párhuzam, mert szerintem több szempontból is megáll. Az egyik az, hogy ha valaki emlékszik arra, és én emlékszem arra, hogy 90-es években mit jelentett az Apple. A 90-es években az Apple az egy pici márka volt, amelynek az volt a sajátossága, hogy olyan számítógépet gyártott, ami egy iparágban kimondottan a grafikusok, kimondottan grafikával foglalkozó, kiadványszerkészéssel foglalkozó világában a meghatározó hardware és szoftver volt, ezt nagyon ügyesen összerakta, de hát elég pici részt hasított ki a világból. Tehát azt is mondhatnám, hogy egy szubkulturális márka volt. Magasan volt a márka, jó volt, amit, nagyon jó volt, amit csináltak, de kevés emberhez jutott el. Ezt először az iPod, majd a 2007-es iPhone gyökeresen megváltoztatta, vagyis hogy egy szubkulturális márkából egy teljesen tömegmárka lett. Na most a Teslánál is úgy van, hogy amikor elkezdték azért jó sokan nevettek fel a hagyományos autógyártók részéről, de hát hogy minek itt elindulni minden. Na most ugye ott tartunk, hogy például a Volkswagen azt mint 30 milliárd eurót, több mint 30 milliárd eurót fektet abba, hogy az elektromos autógyártás az valahogy lépést tartson, és így is azt mondják, hogy nagyon nagy a lemaradása a Teslával szemben, és egy olyan autócégről beszélünk, amely már 100 év vagy nem tudom mióta autónak a sok millióit dobta piacra. A Tesla egészen máshogy állt hozzá az egészhez. Néha azt is mondják, hogy ez nem is autó, hanem számítógép négy keréken. Tehát, hogy ez egy olyan eszköz, ami állandóan adatokat gyűjt, a szoftverfrissítést is ugye on-air levegőben hajtja végre, tehát ilyen nagyon vicces, mint a mobiltelefont, az autó valahol van, parkol a 9. körbe, szoftverfrissítést hajt végre. Szóval, és közben gyűjti az adatokat, ami itt a nagyon nagy újdonság, hogy máshogy áll hozzá. Ugye ez benne az, amit szoktak mondani a startup világban, hogy disruptív erő. Tehát az sem, hogy folyamatosan adatokat gyűjt. Ezt a normál automárkák nem tudják elmondani, ezért mondják azt, hogy ez nem is autó, hanem egyfajta ilyen informatikai vállalkozás, számítógép, ami éppen autóformában jelenik meg. Ez egy nagyon új koncepció, és ide tartozik az is, hogy a Musk úgy csinálja ezeket a vállalatokat, hogy a teljes vertikumát próbálja lefedni, és itt ezért jó az Apple hasonlat, hiszen az Apple ugyanazt csinálja, hogy a hardware-t is gyártja, a szoftvert is gyártja, tehát uralja ezeket a részeket, ezeket igyekszik nagyon jól összehangolni, hogy jól működjön a mobiltelefonja, és a Tesla-nál ugyanúgy van, a hardware-t is ők csinálják,
az autó lelkét, az akkumulátort is ugye ők gyártják, illetve a szoftvert is ők gyártják, és ebből a hármasságából áll össze, és igen, valóban lehet, hogy ez egyfajta autózás epülévé fogja avatni. Az látszik a saját szegmensébe, az elektromos autó szegmensébe, hogy egyértelműen piacvezető. Milyen ütemben halad a Teslának a fejlesztése, mert ugye ez most már egy jó pár éves dolog, és mindenki türelmetlenül várja, hogy önvezető Teslák suhanjanak az utakon. És azért egyelőre még tényleg nincs. Ez még azért azzal, hogyha látunk az úton egy Teslát, akkor mondjuk, hogy jé, ott egy Tesla. Az önvezetés az sajnos, én azt mondom sajnos, mert hogyha meg lehetne valósítani, és itt lenne, akkor ugye évente a világban a múlt évi szám 1 millió 300 ezer ember hal meg közvetlen autóbalesetben. Még a többit azt nem is lehet ide számítani, akik, tehát akkor nem beszéltünk a sérültekről, a súlyos sérültekről, végtagsérültekről, stb. Tehát ennyi ember esik áldozatul, az emberiség eme találmányának, ami fontos. Most, ha lenne önvezető autó, végre meg tudnánk csinálni, és nyilván infrastruktúra is hozzá tudna alakulni, mert ugye ez nem egy irányú, hanem több irányú kérdés, akkor ezt radikálisan vissza lehetne szorítani, tehát nagyon nagyot profitálunk belőle az emberiség. Ettől sajnos rendkívül messze vagyunk. Tehát, hogy rendkívül messze vagyunk. Vannak kutatók, akik azt mondják, hogy most a mesterséges intelligencia a kutatásban megint egy, és eredményekben megint jön egy olyan fal, amiben 70-es, 80-as években belefutottak. Ugye egészen más, hogy viselkednek a programok, mint az emberek. Mi, ha megyünk az úton, akkor teljesen természetes vezetés közben, mikor 80-an is megyünk, hogy nagyon gyorsan beszívunk információkat, és nagyon gyorsan tudunk dönteni. Azonnal látjuk, mi egy tábla, azonnal látjuk, mi egy állat, azonnal látjuk egy lelépő gyalogost. Itt egy ideig arra felé ment a fejlesztés, hogy leképezzük az embert, az embernek az agyát, vagyis ahogy működünk, vagyis felszerelni ezernyi radarral, lézerrel, mindenféle ilyesmivel az autót. Sőt, ugye az új Mercedes modellben van egy külön mikrofon, ami azt nézi, hogy ha jön egy mentőautó, vagy tűzoltó autó, akkor az kihallja a forgalomból, és akkor félrehúzódjon, vagy valamiféleképpen leálljon. De hogy azt mondják az ezzel foglalkozók, hogy ez az önvezetéstől rendkívül messze vagyunk, mert nem tudjuk egyelőre ezt megoldani, hogy egy biztonsággal közlekedjen. Tehát, hogy ugye beosztották különböző szintekre az önvezetési módszertán, 5 a legvége, amikor senkinek semmi nem kell törődni, nem megy az autó magától ahova szálljuk, az úti cél felé, és most a Mercedes tart a harmadiknál. De azt is úgy érték el, hogy mondom, telepakolták mindennel, mintha egy emberre ráraknának még 8 szemet, meg 3 fület. Tehát, hogy egész egyszerűen a programozásban ezt nagyon nehéz megcsinálni jól, mert annyi adatpontot kell figyelni, hogy hiába olyan nagyok a számítógép teljesítménye, hiába olyan olcsó már a számítógép ahhoz képest, mint hogy 30 éve mennyi volt, de mindig messze vagyunk attól, hogy ezt biztonságosan megoldjuk. Tehát, hogy sajnos ez egy sokkal messzebbi dolog. Látszik az is, hogy ha valaki megnézi másnak a hát nem jövendőléseit, hanem bejelentéseit, hogy 2022-ben nem tudom, agy számítógép összekötetés lesz. 2020-ra már robottaxit, vagy 21 robottaxit ígért. Ezektől messze vagyunk. Tehát az állandóan toljuk ki ezeket. Most az autófejlesztésekben nagyon-nagyon sok cég van ebben benne, és a Google autója is ugye nagyon sokat, a Waymo nagyon-nagyon sok kilométert megtett. De hát ugye gondolj bele abba például, hogyha trenírozol egy autót San Francisco utcáin, az egészen más, mint Kisvárdán. Egy M7-esen menő autó egészen más, mint a német autó. És így tovább. Mi emberek nagyon gyorsan tudunk ezzel alkalmazkodni, rendkívül gyorsan, de ez informatikai, számítástechnikai szinten rendkívül nehéz. Tehát sajnos ettől messze vagyunk. És mondom, ezért van az, hogy a másnak azért voltak már önígéretei, amelyek egyszerűen nem jöttek be, mert nem jöhetnek be, mert nem tartunk ott. Akkor beszéljünk az agyba ültethető csipek, ről, ami első hallásra elég furán hangzik, meg félelmetesnek. Nemrég jött ki egy olyan hír, hogy az agyába ültetett csippel pusztán a gondolatokkal küldött üzenetet egy lebénult ember, és ez egyébként, tehát hogy egy ugyanilyen eszközön munkálkodik Elon Musk is, ugye ő a Neuralink-et fejleszti, és állítólag már jövőre elkezdheti az emberen végzett klinikai kísérletet. Hogy látod ezt a részt, illetve etikailag is érdekelne a véleményed ezzel kapcsolatban? Ugye egyrészt az embernek a gyógyítás az afelé ment mindig, hogy valamilyen sebet, hiányt él át az ember, és akkor ezt próbáljuk meg kiegészíteni, javítani.
Ugye klasszikus példája ennek, mikor a régi kalózfilmekben kampókeze van, vagy falába van a kalózkapitánynak, tehát hogy próbáljuk pótolni azt, ami elveszett. Az, hogy az agyba vagy a koponyába különböző dolgokat teszünk, az nem új találmány. Kiskoromban is voltak már olyan emberek, hogy platinát ültettek az agyukba bizonyos dolgok miatt, tehát hogy ez ilyen már volt. Itt megint csak egy nagyon nagy problémával ütközik szemben. Nézzük egész egyszerűen orvosi részről. Ugye az agyban állandóan becslések vannak arról, általában kerekszámot szoktak mondani, hogy 100 milliárd neurón van az agyban. Egy 2009-es tanulmány szerint egész pontosabban próbálták megbecsülni, és 86 milliárd neurón jött ki. Ugye ezek nem csak arról van szó, hogy 86 milliárd neurón, ami rendkívül nagy szám van, hanem ezek között lévő kapcsolatoknak a mennyisége, minősége, és amit nem teljesen tudunk leképezni, és itt van a nagy gond. Amikor például azt mondom neked, hogy szia Tamás, jó beszélgetni, akkor lejátszódik egy agyi folyamat. De lehet, hogy következő pillanatban, amikor azt mondom, hogy szia Tamás, jól beszélni, egy másik folyamat játszódik le. Tehát, hogy nem lehet teljesen leképezni, pontosan leírni adatokba az agyba azokat a tevékenységeket, amelyek kellenének nekünk, hogy pontosan kimenetet lássunk. Tehát egész egyszerűen a memória képződés, az agynak a működése nem olyan, mint egy számítógép, hogyha számítógépbe kiadunk egy parancsot, akkor mindig a megadott kód szerint pontosan ugyanaz történik. Hát ez a lényeg az informatikának, hogy legyen egy ilyen állandó automatizálás. Itt nem tudunk ilyet csinálni. Egész az érzelmeket nem tudjuk automatizálni? Nem tudjuk. Tehát az érzelmi mélységeket nem lehet, mert lehet, hogy felszínes érzelmeket, vagy olyan hasonlítót még lehet, de mélységekig meg nem lehet, ezt ki lehet mondani, hogy ez lehetetlen jelenleg? Most az aggyal foglalkozó tudósok, ahogy én olvastam a tanulmányokat, egyértelműen ezt mondják. Tehát, hogy nem ugyanaz játszódik le, amikor az agy hozzáfér egy memóriához, vagy egy gondolathoz, ami mondjuk egy nappal előtte volt. Tehát egyszerűen nem ugyanaz, nem tudjuk ezt így megfogni. Ugye ez, ami a kísérletben volt most, egy 60-61 éves ausztrál férfi, aki abban a gyógyíthatatlan betegségben az ALS-be szenved, ugye ő kiírt a Twitterre, hogy hello világ. Ez egy egyszerű dolog ezt megoldani, mint abba belemenni, hogy akkor itt gondolattal vezéreljünk dolgokat, ami sokkal, sokkal finomabb megoldásokat kéne, hogy lehetővé tegyen. De ha belegondolsz, akkor egy messengeres kommunikáció esetében sincs mélyebb dolog. Tehát, hogy az, hogy gondolok valamire és azt leírja, az kb. Olyan, mint hogy most, ha diktálok a telefonomnak, kisebb hibákkal azt is leírja. És abban még nincsen benne az én érzelmi mélységem. Igen, de te diktálsz, és az agyadban lejátszódik egy egész pontos folyamat, és te aztán a szavakká alakítod. Tehát ott azért már megtörténik az, amiről pontosan szó van, hogy nem tudjuk teljesen elkülöníteni. Tehát nem tudunk ilyen finom, nem tudjuk ezeket a finom gondolatokat ugyanúgy tenni ma, holnap után gépekkel. És ugye a másik az, hogy volt egy Eberhard Fetz nevű ember, az már 60-as évek végén csinált ilyen kísérleteket. Tehát, hogyha azokat a kísérleteket megnézzük, meg most, ami ezzel a majom számítógépen játszott kísérlete, hát eltelt vagy 50-60 év, nem látszódik az óriási nagy fejlődés, egész egyszerűen azért, mert az agy ennél, hogy így mondjam, furasolta, hogy feltörhetetlenebb dió, mint a többi szerv. Szóval sokkal, sokkal bonyolultabb. Olyan, mint az ember fejében lenne egy egész galaxis. Ugye talán a tejútrendszerben van 200 vagy 400 milliárd csillag, vagy talán kicsit távolabb, most nem akarok ebbe pontosan megnézni, hogy hogyan, de hát ez az olyan, mint egy univerzum lenne. Ezt nem tudjuk még így teljesen így feltérképezni. És ezért amit ő állít, és a Neuralink nevű céggel, amelyek azért fontos elmondani, hogy ugye nyáron lelépett a vezetője, kutatási vezetője. Tehát az sokat mondom, amikor egy cégnek a vezetője, akitől függ az egész, aki tényleg a szakember, azt mondja, hogy na, akkor ennyi volt, ő nem dolgozik többet. Azért az mindig érdekes. Tehát az nem azt mutatja, hogy akkor annál cégnél minden rendben van. Úgyhogy ugye ez megint a Neuralink, az megint azt gondolom, hogy a Musk-féle hype, nagyotmondás bejelentésnek valamiféle keveréke, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy etikai kérdést mondtál, én fogyasztói kérdést mondok, hogy igen, az jó lenne, hogyha különböző agyisérült embereknél tudnánk ezen segíteni, különösen ugye a memóriavesztés, különösen az idősödő társadalomban egyre jobban felbukkanó Alzheimer-kort, a demenciát, tehát ezeket nagyon-nagyon jó lenne valahogy gyógyítani. De ez a kérdés, hogy azért ezek erősen invazív műtétek, tehát hogy
az nem olyan, hogy valakinek akkor összavarják a bőrét, ami eleve már egy olyan műtét, amitől viszonyog az ember, vagy vegyük csak azt a nagyon egyszerű dolgot, hogy hogy viszonyognak az emberek az oltástól, hiszen az egész most teszteljük át két éve, hogy maga az oltás is milyen nagy hullámokat vett ki. Itt meg arról van szó, hogy az embernek föl kell hajtani a bőrét, a fejét. Hogy itt tényleg beültetik a csippet. Beültetik a csipet, tehát hogy ez egy olyan erős, hogy így mondjam, fogyasztói magatartás változást kíván, és olyan erős ígéretet kéne tennie, hogy ez megéri, hogy szerintem ez még nincsen párban egymással, viszont ugye azért könnyű neki erről beszélni, mert a popkultúrában, és megint az van, hogy mikor egy ember mond ilyet, a popkultúrára erősen tud építeni, a science fictionben, különböző filmekben, regényekben, ezt már azért az 50-es évek óta mondják, filmekben látták az emberek, tehát hogy nagyon érdekes, hogy nem olyat mondom, mert nem találkoztak, csak fikcióban találkoztak, és ő egy másik fikciót ad el. Szóval ez egy nagyon érdekes jelenség amúgy. Meg az is jó, hogy ha erről beszél, az nyilván megosztja az embereket, és azonnal komment cunami indul el, és legalább róla beszélnek, ami nyilván valahol megérték neki. Igen, és igazából annyira rosszul nem jön ki ebből, mert pár tehát szakembereket kell ahhoz olvasni, szakirodalmat kell ahhoz olvasni, hogy az ember ilyen mászkott rossz fényben feltüntető írásokat olvasson, de azok a tudósoknak az írásai, akik elmondják, hogy fú, hát ez elég hülyeség, ez még azért nem ott tart, nem kéne ilyeket mondani, de ez nem jut el a nagy közönséghez nyilván. Ez megmarad az orvosi lapok szintjén, megmarad az erősebb informatikai oldalaknak a szintjén, nem megy le, és azért az ő hangja, az aja sokkal nagyobb lesz, mint a többiek, és úgy van, ahogy mondod, hogy ez egy visszacsatoló kör, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy még inkább az ő személyéhez fogják, és a már működő vállalkozásához, mondjuk egy Teslához fogják azt kapcsolni, hogy igen, ez az ember, ez már a jövőt készíti elő. Na még néhány percünk maradt űr kérdés, illetve Mars kérdés. Ugye ő azt mondja, hogy az emberiség vagy a Föld megérett a pusztulásra, és új életet a Marson tudunk kezdeni, meg hogy pár éven belül mehetnek Marsra turisták, és ezzel kapcsolatban is vannak fejlesztései. Ez is a szokásos Musk-féle PR-nak a része, vagy ebből is lehet komoly dolog? Hát itt is problémáknak a hegyeivel találkozunk. Ugye az a legnagyobb, indulunk az alapoktól, miért kéne az embernek elmenni a Földre, miért lenne jó az a magatartás, hogy egy bolygónak jó sokat ártottunk, vagy jó sok problémát okoztunk, ne legyünk ilyen vészjós lovak, mint a nagyon zöldek, tehát hogy sok problémát okoztunk egy bolygónak, tényleg valódi sok problémát okoztunk a bolygónak, miért nem próbáljuk ezt itt helyben megjavítani, hanem inkább sokkal jobb az, hogy fogjuk, és akkor mint egy ilyen szemét halmot itt hagyjuk, nem visszük el, hanem megyünk egy másikra. Tehát hogy ez az első számú kérdés, hogy ez miféle gondolkodásmód. A másik az, hogy ki akar a Marson élni. Pont tegnap beszélgettem egy mérnökkel, és azt beszéltük, hogy a Marson csak úgy lehetne élni, tehát a Földhez hasonló körülményeket nem lehetne teremteni, mert ugye nincsen állat meg növényvilág. Terraformálni lehetne, ami azt jelenti, hogy a Földhez hasonló körülményeket tenni, hogy legyen oxigén, de hát vagy búr alatt kéne élni, vagy pedig az egy sokkal barátságtalanabb környezetben. Ki szeretne ilyet élni? Ki szeretné ezt a szép Földet adni az űrhajósok? Amikor először űrsétát tesznek, vagy kint vannak az űrállomáson, akkor lenyűgözi őket a Föld. Tehát olyan érzések járják át, amit mondták, hogy soha életükben nem élnek át. Tehát hogy látják, hogy ez a kék, szép kék bolygó a Földünk, ide lettünk teremtve, ez az a szép hely, ahol élnünk kell. És akkor itt utána pedig jön az összes többi probléma. Tehát, hogy nincsen olyan meghajtunk, olyan meghajtásunk, amivel le tudnánk rövidíteni az utat a másik, ami azért baj, mert az embereket a mély űrbe sugárzásnak tesszük ki, ami azt jelenti, hogy mondjuk rákosan szállnak le a bolygóra, kicsit megvakulva, a mély űr, ilyen sokáig tartó űrhajózás ugye több hónap, több év, ezt nem bírja el az emberi szervezet. Minden egyes űrhajós, csak ilyen érdekességként mondom, aki visszajött egyetlen egy kivétellel, bármilyen űrállomáson is volt, vagy bármilyen messzeségbe ment, és mondjuk egy nemzetközi űrállomás az viszonylag közel van egyébként az alacsony föld körül pályán van, annak romlott a szeme. Tehát ez a legegyszerűbb dolog. Tehát mindenki, aki űrhajóra száll és űrhajózás foglalkozik, a romlik a látása. Ez a legegyszerűbb. És akkor az összes szervünkkel van valami baj, egész egyszerűen az ember az földi lény. Tehát ezzel nem lehet mit csinálni. Ezt nem tudjuk megoldani. Innentől kezdve minden olyan dolog, hogy majd ott állunk a Marson, meg létrehozunk házakat, ahol ugyancsak sugárzás van, ahol nem véd semmi a sugárzás elől, az álom. Viszont arra jó, hogy a SpaceX az jobban
jobban ott maradjon a, megint csak, hogy többet beszélnek róla az emberek, ugye most már azért Amerikában nem csak ő van egyedül, hanem a két másik milliárdosnak, ugye Jeff Bezosnak is van űrvállalkozása, a Blue Origin, a Virginnek is, Virgin tulajdonosának is van űrvállalkozása, tehát látszik, hogy az űripar kilépett egy picit már a hagyományos keretek közül, és nem mint régen a NASA állami volt, hanem egyszerűen van benne pénz, és magánbefektetők beszállnak. Tehát, hogyha sikerülne először kibányászni olyan aszteroidákat, ahol ilyen ritka fémek vannak, az hatalmas pénz lenne. Tehát ebben van pénz, ebben beszálltak emberek, és itt megint csak kommunikálni kell azt, hogy igen, az én vállalkozásom az, ami ebbe első lesz. Ez ennek a része. Egyelőre ez tényleg ez megint csak egy ilyen nagyon-nagyon távoli álom, és hogy tehát az a nagy kérdés, hogy miért akarnánk elmenni a Marsra. Hát igen. Összefoglalva akkor, ha mérlegre kéne tenni Elon Musknak a társadalmi hasznosságát, sikerességét és komolyan vehetőségét, akkor nálad hogy billen a mérleg? Fele-fele. Félig teli pohár, félig üres pohár. Tehát a PayPal és a Tesla és a SpaceX miatt ott olyan átöréseket hozott bizonyos iparágokba, ahogy máshogy gondolkodunk, hogy az első a digitális fizetésben, a másik az elektromos autóban, hogy lehet-e megfizethető elektromos autót csinálni, hiszen ott az áttörés, hogy először egy prémium dolog volt, és most kezd lemenni az átlagember szintjére, tehát megfizethető és jó, és máshogy, ahogy mondtam, hogy adatot gyűjtő autóról van szó, tehát máshogy gondolkodik, a SpaceX-nél pedig azt a problémát oldja meg, hogy a kilövésnek a drágaságát lehet leszorítani okos módszerekkel. Tehát ezekben mind bizonyított. A többi, a Neuralink, az agy, számítógép interfész és összeköttetés, a Mars utazás, a marsi életmód, az viszont ilyen nagyon távoli, ha pozitívan akarok fogalmazni, álom, ha negatívan akarok fogalmazni, akkor inkább fantazmagória szintjén jár. És akkor ezt a kettőt egymás mellé teszem, akkor ilyen fele-fele dolog jön ki, de hát azt már elérte, hogy mi is egy rádióadás keretében róla beszélünk, és nem egy másik üzletemberről. És akkor legvégül feltennék egy kicsit ilyen érdekesebb kérdést, hogy látom, hogy a mi kommentelőink közül is sokan próbálják elhelyezni valahol Elon Muskot, hogy akkor ő most át akarja formálni az emberiséget, és hogy vajon tagja-e titkos társaságoknak, titkos szervezeteknek, vajon a háttérhatalmaknak, vagy a szabadkőműveseknek a része vezetője-e. Ezzel kapcsolatban van-e bármi, mert azért szendékait tekintve tényleg van egy csomó olyan dolog, ami akár emberiség ellenesnek is hangozhat. Ezekről most ugye mi is beszéltünk. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azért ritkán vannak olyan üzletemberek, akik élő rádióadásban demonstratíven marihuánát szívnak. Igen. Meg hát ugye a magánélete úgy, ahogy nagyon-nagyon sok, megnézzük ezeknek a techvezetőket, a Bill Gates-től kezdve a Jeff Bezoson át, meg a Zuckerberg egy viszonylag konzervatív embernek számít, de hát ő fiatal még ehhez. Az ő élete és az Elon Musk élete is ilyen nagyon viharos. Tehát, hogy algoritmus választja ki a barátnőjét, akivel aztán szakítanak is, ha jól tudom, és elég fura nevet adnak a gyereküknek. Igen. Igen, tehát valószínű, hogy hitten tanálnak, hitten serkös tanálnak nem nagyon mehetne el. És ugye a tevékenység az minden, ami eddig volt, annak valamiféleképpen az ilyen kilökése. Azért elején szóba került ugye ez a szó, hogy antikrisztus, annak azért picit kisebb kaliber, hiszen azért azt kell látni, amit mondtam, hogy ezek a mostani vállalkozásai azért nem olyanok, mint mondjuk a Google tulajdonosainak, hogy egy hatalmas, pénztermelő, állandó, óriási konglomerátum, hanem ezek ilyen nagyon okos, már-már startup-szerű vállalkozások ahhoz képest, hogy hány éve vannak, meg mennyi pénzt tudtak tulajdonképpen betermelni. Tehát, hogy sérülékenyek ezek a cégek, csak ugye ez a modern kor, hogy kommunikálni kell, és aki kommunikál, és aki ügyesen kommunikál, az sokkal jobban meghalljuk, és sokkal jobban ott van a fejünkben, mint egy másik, aki csendbe teszi a dolgát. Ha az átlagembert megkérdeznénk, hogy hát mégiscsak azért a Google-nak az anyacége a világon az egyik legbefolyásosabb cég, hogy ez a két alapító mit csinál, hogyan van, mit tud róluk, mit tud a Larry Page-ről és a másik emberről, akkor azt mondanák, hogy hát nem sokat. Na és ez a különbség közte, meg más cégek között.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk, így most legalább bepillantást nyerhettünk Elon Musk életének és munkásságának egy kis szeletébe, ami egy másik ember életéhez képest meg egy egészen nagy szeletnek számít. Kánai Andrással beszélgettünk, köszönjük. Köszönöm.